csütörtök délelőtt a Bronzis főhadiszállásán, javában zajlik a hagyományos gyermektánctábor, melyet már új saját termükben tartanak a Dukai testvérek. Ezúttal azonban nem csupán a fiataloknak kínálnak táborozási lehetőséget. Jelenleg ugyan a tanfolyamaink is felépülnek, mi korosztályilag várjuk azokat, akik szeretnének nálunk táncolni itt a nyár folyamán is. Így tartunk egy gyermektábort, ez a 14 év alattiak korosztályát jelenti, és tartunk egy felnőtt tábort, az pedig értelemszerűen a 14 év felettiek csapata. Így úgy érezzük, hogy közösségileg is jobban együtt tudnak dolgozni, és olyan programokkal találkozhatnak, amely a közösséget még jobban erősíti. A gyermektábor legfiatalabb tagja 6,5 éves, de vannak itt már olyan táncosok is, akik visszatérő vendégei a programnak. Őket kérdezte híradónk, miért is választják évről évre ezt a nyári elfoglaltságot. Én csak egyik barátom miatt jöttem ide, de hát nagyon jó ez a tánc, és sokat tanultam meg ilyenek. Én azért, mert motivál, és szerettek táncolni, és hát szerintem jó itt a társaság is. Én azért, mert jó zenék vannak, meg mindig mindenféle programok vannak. Egy kis labdázás is belefért lazításképp. Az elmúlt hetekben azonban nem nagyon lustálkodhattak a táncosok, hiszen a tánciskola összes növendéke szerepet kapott a Magyar Táncfesztiválon. Nagy öröm számunkra, hogy folyamatosan történnek itt az események a tánciskola életében. Ugye átköltöztünk ebben az új stúdióba, a Bronzis Dance Labbe, és hát egy remek táncfesztiválon vagyunk túl. A Magyar Táncfesztivál keretein lépett színpadra a tánciskolánk szinte összes növendéke. A délelőtt folyamán, illetve a kora délután folyamán a gyermekkorosztály mutatkozott be, délután pedig a felnőtt korosztály lépett színpadra, és hát büszkén mondhatom, hogy egy nagyszerű műsort adtak, mind a közönség visszajelzésében, mind pedig a táncosok úgy élték meg, hogy ez egy nagyszerű lehetőség volt, és egy igazán izgalmas projekt. Nem ez volt az egyetlen nagy fesztivál, ahol megmutathatták magukat a fiatal tehetségek, hiszen az önkormányzat által első alkalommal életre hívott, elsősorban fiataloknak szóló nagyszabású rendezvényen nyújtanak majd szakmai segítséget. Az idén nyáron egy olyan programsorozatba kapcsolódhat be a Bronzis szakmai segítőként, amely várja megint csak a tánc iránt érdeklődőket. Ezt most büszkén elmondhatom, hogy a 31 nevezetű rendezvény Győr városába érkezik, első alkalommal kerül megrendezésre a Radó-szigeten, és a tánc meg fog jelenni ebben az összművészeti fesztiválban, ahol a Bronzis aktív szerepet fog majd betölteni. Rengeteg táncos, workshopok és egy különleges show is a programban szerepel majd július 27-e és 29-e között a Radó-szigeten. De addig is nyitva állnak a fiatalok előtt a tánciskola kapui, legyen szó nyári táborról vagy épp tánctanulásról. A visszajelzések azt mutatják, jó ehhez a nagy családhoz tartozni.